10 nyelven hangzottak el köszönések a Hello Nyíregyháza rendezvényén. Összesen 30.601-en köszöntek, és még többen vettek részt a város szezonnyitó turisztikai programján. A belváros utcáiban egész nap szórakoztató programok várták az érdeklődőket, este pedig népszerű dallamok csendültek fel a Kossuth tér nagy színpadán. A Piramis együttes koncertjével zárult a Hello Nyíregyháza programsorozata. A magyar rockzene egyik legendás zenekara régi nagy slágereivel érkezett a városba. Az 1975-ben alakult Piramis tagjai közül hárman játszanak az együttesben, új tagokkal kiegészülve, de a jól ismert dalokkal lépnek közönség elé. Mi azt szerettük volna, és szerintem sikerült is, hogy a legkevésbé változzon a zenekari imidzse. Tehát aki ezelőtt, mit tudom, 30 éve hallott bennünket, az lehetőleg azt kapja vissza megint, akkor nyilván még olyan 10, nem tudom, hány éves lehetett, vagy 20, ami benne van. Persze a technikai részek azóta rengeteget fejlődtek, hát jobban szól minden. A hangszereléseken minimálisat változtattunk, persze valamit mégis, de én szerintem szándékosan meghagytuk azt a fajta világot, amitől mi híresek lettünk. A Piramis lágerei a mai napig a magyar rock legnépszerűbb dalai közé tartoznak. Az együttes tagjai azt mondják, azért, mert időtállóak. Itt úgy gondolom, hogy értéket képviselnek a dalok. Tehát hát a szöveg, ugye, hagyd nem mondjam, tehát aki ismeri a Piramis dalokat, az ugye tudja, hogy miről beszélek, a szövegekről. Aki meg nem ismeri, annak felhívom figyelmet, hogy hallgassa meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az a zenekar, aki a magyar rock-pop piacra behozott egy nagyon erős értéket. Az együttes tagjai azt mondják, időről időre felvetődik az ötlet, hogy írjanak egy-két új dalt, de erre egyelőre mégsem készülnek. A közönség a koncerteken úgyis a régi nagy slágereket szeretné hallani.